Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenki győrben. Köszönöm szangatagjainknak és segítőinknek az értékes munkát, amivel ez a darma beszéd is létrejöhetett. Ahogy szoktuk, kezdjük ezt is az óm-nám mantrával hétszer. köszönöm szépen. Gyorsan kérek egy számot, 1 és 208 között. 28-as 28 kohant hallottam. Nem zemmester, a gondolkodás nem az út. Nem zemmester így szólt. Az elme nem a butha, a gondolkodás nem az út. Kérdések. Mi a gondolkodás? Mi az út? Az elme és a butha azonos vagy különböző? kommentár. A macska érti a dolgát, a kutya is, a csirke is. Csak az emberek nem látják, mi dolguk van itt. Mit csinálsz most? Csak tedd. Amennyire egyszerűnek tűnik ez, annyira mélyek azok a mondatok, amelyek akár a kuhanban, akár a kommentárban vannak. Hallhattátok tőlem sokszor, hogy a kutya nem tud kutyátlanul viselkedni, a csirke nem tud csirkétlenül viselkedni, de az ember tud embertelenül viselkedni. És itt ennek az eredeti tanítása van, hogy a csirke érti a dolgát, az oroszlán érti a dolgát, a kutya érti a dolgát, és amíg ezt ők teszik, addig a természettel, önmagukkal teljesen egyensúlyban vannak. Mi emberek viszont úgy tűnik, nagyon nem látjuk, hogy miért vagyunk itt, és mi a dolgunk. Ha látnánk, valószínűleg nem tennénk ezt egymással, és ezzel a földbolygóval. Ezért, mivel az elme nem a butha, és a gondolkodás nem az út, ezért valami olyasfélére van szükségünk, amely meghaladja a gondolkodást, és kinyitja azt az utat, amely nem függ fogalmaktól, duális minőségektől, és az úton járva helyesen láthatjuk ezeket a minőségeket, ha kell, megszüntetjük őket, ha kell, teremtjük őket, és mindezt az dönti el, hogy hogyan szabadíthatunk meg minden lényt a szenvedéstől, beleértve saját magunkat is, hogyan hozhatunk boldogságot, szeretetet és helyes életminőséget minden emberi lénynek ezen a Földön. Sokan azt állítják, hogy ez lehetetlen. Annyira azonosulunk a gondolkodásunkkal, az elménkkel, a tudatosságunkat annyira eltakarja az önkép, hogy úgy tűnik, hogy ezen a Földön ez lehetetlen. Legyél szíves nem statisztikákban gondolkodni. Legyél szíves nem csak valószínűségekben gondolkodni. Inkább nézd meg azt, hogy te mire vagy képes. Mire vagy képes azért, hogy egy világosabb, belül és kívül tisztább, egyszerűbb, egységesebb életet él. Itt ülünk egy jogateremben, és egy nagyon nagyszerű jogi azt mondta, hogy a kivezető út valójában befelé vezet. The only way out is in. Ez az, amit az emberek egy része valahol megpróbál, hogyha látod, hogy kifelé csak körforgás van. Kifelé ismételjük a karmánkat, a mintázatainkat, a gondolkodásunkat, az út pedig valahol egyenesen vezet. Ha rálépsz, elindulsz rajta, helyesen gyakorlod a tant, az bizony egyenesen vezet, puktatókkal ugyan, nehézségekkel, akadályokkal, de ha kitűzöd ezt az irányt, hogy ébredjünk fel és szabadítsunk meg minden lényt a szenvedéstől, amíg ez a hitrendszeredben magasan van, addig valójában te erre fogsz menni. Az igazi kérdés az, hogy ha nem ez történik, akkor miért van valami más? Miért megyünk más felé? Mindenki jó ember szeretne lenni. Az hogy lehet, hogy ezek a jó emberek egymással ezt csinálják, amit? A zen útja tényleg a belső megoldás, az a fajta tapasztalás, amikor az önképek helyett a tiszta önvalót tapasztaljuk, ami az egyetlen egy közös dolog bennünk, és akkor a gondolkodás valami magasabbat szolgál, mint önmaga. Ez a természetes alázat, amely nem megaláztatásból keletkezik, nem kisebb rendűségből keletkezik, és nem valami mesterségesből keletkezik. Amikor rájössz, hogy egy nagyobb egész része vagy, hogy a gondolkodásod valami egyebet szolgál, mint önmaga, akkor az elme megszelidül, és bele tud simulni abba a nagyobb egészbe, amely nem gondolkodás. Az érzelmeid még konkrétabbak. Nagyon nagy divat most önmagunkat szeretni, aztán rájössz, hogy egy másik ember, egy másik lény nélkül ez eléggé rövid Úgyhogy ha a gondolkodás nem az út, akkor mi a haszna? Talán az a haszna, hogyha oda vezet a tapasztalat szélére. Ha a gondolkodó bemeri vállalni a kockázatot, hogy egy olyan tapasztalatot szerez, ahol nincs gondolat. Ahol a te komfortzónád megszűnik. Ahol hirtelen a mátrixod kódjai megszűnnek futni és akkor visszatérsz a gondolkodás elé, belépsz a nem dualisztikus tudat kapuján, és tapasztalod a zen lényegét. Amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolkodás. Semmi másra nem kell törekedni, mint ennek a tudatnak az elérésére, tapasztalására, Megtartására és a helyes felhasználására. Eredeti tiszta tudatunk úgy működik, mint a tükör, mert üres, mint a tér. Nincs tárgya, nincs tulajdonsága, nincs élete, nincs halála, és hogyha elolvasod a szívszútrát, akkor végigmehetsz a sok-sok negatív definíción, mert azt el tudjuk mondani, hogy mi nincs benne, de azt nem tudjuk elmondani, hogy micsoda vagy mi van benne a nyugati, kicsikét maximalista és nihilista intellektusoknak még a semmi sincs benne. Úgyhogy ezzel kilőttük az egzisztencialista problémát. Mégis enélkül a tapasztalás nélkül nem látunk rá sem földi létünkre, sem születésünkre, sem halálunkra. Tehát az emberi mi voltunk meghaladása szükséges ahhoz, hogy emberségünkre rátaláljunk. A 180 fok a zenkörön, az a gondolkodás után, a 90 fok után keletkezik. Tehát a meghaladó bölcsesség elérése, az valójában egy el nem ért állapot. Nincs tárgy, nincs semmi, amit ebben el kellene érni. De mégis van valami, ami akkor letisztul. Ez egyszerű és tiszta, mentes élettől és haláltól. Aki ismeri Szungszenzen mester tanító költeményét, az már hallotta ezt a sort. És a lényeg tapasztalatával tudjuk csak átalakítani a karmánkat. Ha ez nincs meg, akkor azt hisszük, hogy bennünk van valami abszolút, van valami örök, akár jónak, akár rossznak látod. És hogyha valami örökleteset vagy öröket látsz magadban, amely nem követi az ok és okozat törvényét, nem követi a keletkezés és elmúlás törvényét, nem követi a függő keletkezést, akkor azt a karmát nem fogod átalakítani, mert változtathatatlannak hiszed. És benned az akkor műveletlen marad, átalakítatlan, átlátatlan marad. És ezek azok a zárványok, amelyeket én maradványkarvának szoktam hívni, és a maradványkarma az nem jó és nem rossz, de ha rosszul látod, akkor úgy érzed, hogy nincs uralmat fölötte. Ekkor szoktad mondani, hogy hát nem volt más választásom. De volt, csak nem vetted észre. A kormát abszolút nézete, az azonosulásból fakad. Teljes azonosulás, teljesen abszolút értékűnek változtathatatlannak látod. Zéró azonosulás, minden teremtett változtatható, mert a teremtő letisztult. A teremtőnek így birtokában vagy, egyé váltál vele. És így a 270 fok, amely a bármilyen formából bármilyen üresség, és bármilyen ürességből bármilyen forma, az megvalósul. A karmánk átlátása és szükségszerű átalakítása újraformálása nélkül nem érkezhetnénk el a 360 fokra. Nem érkezhetnénk el úgy a kezdőpontra, ahol az alfa és az omega szintén egyé válik, amely végre a nyugvópont, pont, amely végre a tiszta pillanat, és a helyesen élt mindennapi élet. A gondolkodás nem az út, de az út kezdete. Tehát jól kell gondolkodnunk, képzetten, intelligensen, tapasztaltan kell, kell gondolkodnunk, ahhoz, hogy a gondolkodás átadja a stafétabotot valamint többnek, mint ami ő maga. Itt Európában a logosz, mint szó, mint fogalom, mint írás, az nagyon benne van a kultúrában is, és az emberi tudatban is. Inkább nézzük meg azt a lényeget, amely gondolkodástól független, és nézzük meg azt, hogy honnan jönnek a szavaink, és miféle csendbe nyugszanak el. Tehát a gyakorlat és a tapasztalat nem megkerülhető a jelenlétből és a közös meditációból következik az a tapasztalás, amely egyszerű és jelenvaló, de megnevezhetetlen, szóba foghatatlan. És ennek az útját járva tudunk megszabadulni a gondolkodásból és egyéb karmákból fakadó kötöttségeinktől. Ha ezt megtesszük, akkor helyesen tudjuk vállalni az életet. Meglátod, hogy mi a te karmád, a te utad, mert te hozol döntéseket. Ezt onnan tudod, hogy megszűnsz panaszkodni, megszűnsz kivetíteni, megszűnsz másokat okolni azért, mert olyan vagy, amilyen. Ne a világot okold azért, mert olyan vagy, amilyen. Ha a kezdetet szeretnéd, a relatív kezdetet, akkor nézd meg, hogy miért születtél abba a családba, abba az országba, abba a társadalomba, hol vagy. Mi volt az a karma, ami idehozott téged, ami ehhez a környezethez köt? És amikor ezt átkezded látni, akkor rohamosan csökkennek azok a tévképzetek, hogy te mennyivel különböző vagy, mint a többi ember. És innentől kezdve lehet a megszabadulás és megszabadítás útját járni. Feloldani az egyéni karmába rejtett veszélyeket, téves nézeteket, átlátatlanságot, lefolytott karmát. És feloldani ugyanígy azt, ami a párkapcsolatban, a családban és a társadalomban van. De ahogy azt a bevezető elején mondtam, ezt csak magadon kezdheted. Nem várhatod azt, hogy ezt tálcán hozza neked valaki, vagy mondjuk túl könnyű lenne. Miért van az, hogy mi emberek csak a válságainkból tanulunk igazán és mélyen? És amikor boldog békeidőket élünk, akkor hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy mennyire mulandóak, sebezhetőek, esendőek, tökéletlenek, és kölcsönösen függőek vagyunk egymástól, a környezetünktől, sok mindentől. Tehát a tudatlanság az nem bocsátható meg, mert a törvény akkor is beteljesül rajtad, ha nem tudod. Ez igaz az írottakra is, és az íratlanra is hogy nézd meg azt az íratlan törvényt, amelynek egy részét le lehetett írni, de teljességre sose tudtuk, mert az biztos, hogy beteljesül rajtunk. A döntéseink függvényében alakul az életünk és a halálunk. Mennyi döntést kellett hozni, hogy ma este ide gyere. Mennyi döntést kellett hozni, hogy odaszüles azokhoz akkor és úgy, ahogy neked az sikerült. Mennyi döntést fogsz hozni a halálod előtt. Ezekkel belül játsz nyugodtan. Ez jó játék. Javaslok egy másikat. Nézd meg a lelkedet így, ahogy van. És ezt a lelket hirtelen a te csecsemő változatodba visszaültetjük. Mind ezzel a tapasztalattal. És újraindul az életed ezzel a karmával amit most éppen viszel. És fel kellene nőni újra, eljutni ide újra, de már az élettapasztalat birtokában. Kellene? Így kellene? Ez kellene? Vagy esetleg változtatná egy kicsit rajta, mielőtt ez a transplantáció megtörténik? A másik ilyen elmebéli játék, hogy most így, ahogy vagy, Nézd meg magad, és megszületnél le a saját gyereketként? Szeretnéd-e ezt, hogy te most ártatlan, tiszta lelkű csecsemőként megszületnél saját magadhoz? Vagy pedig még esetleg csiszolnál magadon egy kicsikét, hogy méltóbb szülője legyél saját magadnak? Úgyhogy nem bűntudat kell ide, hanem az okozatiság helyes látása, mert meghagyja az autonómiádat, és jobban motivál arra, hogy cselekedj. Jobban motivál arra, hogy olyan ember légy, akinek szeretnél lenni, aki tudja szolgálni a családját, a népét, a párját és önmaga útját is. Úgyhogy, ha ebben segíthetek bárkinek, akkor várom a kérdéseiteket. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy. Meditáció után sokszor úgy érzem, hogy a tiszta tudatból, legalábbis én azt gondolom, valami tényleg tiszta belátás jön magammal kapcsolatban, viszont később ezt az elmém elkezdi úgymond kiszínezni. Hogy hol van az a pont, amikor ez a tiszta belátás tényleg tiszta, és hol van az, amikor már én adok hozzá egy többlet jelentést? Abban a pillanatban, hogy elkezded minősíteni, már nem tiszta. Akik meditálnak, azok megerősíthetik azt a tapasztalatot, hogy ősz, ősz, csinálod, itt próbálsz a pillanatban lenni tiszta, térszerű, tükörszerű tudattal, és egyszer csak észreveszed, hogy hú, de jó, hogy ez milyen jól megy, és hogy az összes energia csatornám kinyílt, és hogy én miket láttam. Na abban a pillanatban már véged van és leestél a nem fogalmi, nem név, nem forma a tapasztalatáról, valahova konceptuális szakadék, de pillanatok alatt úgy kicsúszol, mint egy fékét vesztett versenyautó a kanyarban. Hihetetlen gyorsan. Legelső és legfontosabb szabály, nem minősítjük a meditációt, hanem tisztán teszed. Csak teszed, ahogy hallottad a bevezetőben, csak tedd. Tehát nem minősítjük hanem látjuk, hogy az ég a fű zöld, bennem milyen érzelmek és milyen gondolatok vannak, és meg tudunk maradni ebben az egyszerű, tiszta, primér, kreatív állapotban, mert nem veszünk el a saját minősítéseinkben, a saját metarétegeinkben. És ekkor van esélyünk arra, hogy tényleg frissnek és cselekedhetőnek érezzük az életünket. Nagyon sokan panaszkodnak, hogy szunyim, úgy érzem magam, mint egy kis csavar egy hatalmas gépezetben, egy szomorú fogaskerék egy meg nem nevezett országból származó órában, amely csak úgy ketyeg, ketyeg és ketyeg. Na, ha ez így van, akkor elvesztetted a kreativitásodat, elvesztetted a primér elsődleges élettapasztalatodat, és a szellemi autonómiád a minősítések, ellenőrzött gondolatrétegei alatt ott sínylődik. Tehát ezeket a gondolatidegeket le kell hántani magadról. Ezek a reflexiók duálisak, és már abban a pillanatban nem igazak, hogy kimondtad. Tehát térj vissza ide. És ha ez a pillanat tiszta, akkor a tapasztalat is tiszta, és a meditáció is tiszta, és nem lesz, hogy hú, de jó volt vagy, hát nagyon-nagyon rosszul érzem magam. Most biztos rosszul meditáltam. Ilyen kis egyszemű, háromlábú, genetikailag módosított lényeket láttam a szobám ajtaján, álmomban kijönni. Tehát nem. Bármi jöhet és mehet, te ezt a tükröt tartod, és nem minősíted azt, ami benne megjelenik, csak úgy látod, ahogy van. Na ez az úgy látom, ahogy van, ez a zenben az ilyenség. Tehát ez a szőnyeg itt, nem rossz és nem jó, hanem sóska zöld. És kész. Az élet többi része is ilyen csak az elme megbonyolítja. Mert az elme minden áron egy sztorit, egy mitoszt, és ezen az alapon valamilyen önképet szeretne legyártani belőle, legyen az kollektív, családi, egyéni vagy páros önkép. Ennélkül az önkép nélkül úgy tűnik, hogy nem tudunk létezni. A jó hír az, hogy lehet. Lehet. Csak ez kell az az egyévállás tapasztalat, amely a külön önkép vagy a különleges énség létét szükségtelenné teszi. Így visszanézve, akkor kezdünk normálisak lenni, amikor ez az állandó belső kényszer és stressz, hogy te valami különlegeset állíts magadról az elmédnek, a sztori teremtő, novellaíró és filmvágó képessége, amikor ez megszűnik. Megszűnik az a kényszer, hogy te valaki légy. De ettől leszel önmagad ettől leszel kvázi elviselhetőbb, normálisabb, toleránsabb, esetleg kedvesebb vagy bölcsebb. Tehát nem egy tulajdonságok nélküli halmaz leszel, hanem egy önkép nélküli, tisztán, integráltan, jól működő személyiség leszel. Ezért jó, hogyha az elmének a fecsegését azt nyugodtan félreteheted. Ahogy mondtam a bevezetőben, jó, hogyha az elme szolgálhat valami nagyobbat, mint önmaga. Fogd munkára, valami jó munkára, de ne az önminősítésre. Jó? Köszönöm Szívesen. szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Én azt szeretném kérdezni, hogy a zen szerint mit jelent az, hogy felvállalni önmagam? Mert hogyha felvállalom önmagam, akkor az valahol egy egós gondolkodás. Ha úgy vállalod fel önmagad, ahogy csak te vagy, ha változtathatatlannak gondolod magadat, akkor ez már az egoitás alapja. Ha jobbnak gondolod magadat, mint minden más ember, akkor ez az egoitás kifejlődése. Ha rosszabbnak, akkor is. Tehát miha egy duális viszony fűz magadhoz, abban a pillanatban az egófal megjelent, és akkor így elkezd szépen vastagodni. A felvállalás az, amelyet az előbb ebben a válaszban hallottál, hogy ilyenség. Tehát felvállalom magamat első körben olyannak, ami ennek tiszta tudattal látom. Tehát tiszta tudat, tiszta tükör segítségevel látod magadat épp úgy, ahogy vagy, és nem próbálod védeni a gyengéidet, nem próbálod előtérbe tolni a jó tulajdonságaidat, hanem úgy látod magadat, ahogy vagy. Ez az elsődleges felvállalás. A további felvállalás az, hogy megkeresed azt a módszert, amivel változtathatsz magadon, mert ha jól látod magad az első lépésben, akkor azt is látod, hogy minden karmád relatív. Minden karmád keletkezett, minden karmád múlandó, és hidd el, hogy ez jó hír. A legordasabb karmád, amelyeket mondjuk előző életedből, vagy a gyerekkorodból viszel magaddal, az is múlandó. Az is feltételhez kötött, és az is eredetileg minőség nélküli, tehát tökéletlen vagy tulajdonságoktól mentes. Tehát teremtett a karmád, és hogyha rájössz a teremtőre magadban, magunkban, mert tényleg ez az, ami közös bennünk, hogy ezt a karmát részben meg tudod semmisíteni, részben meg tudod tisztítani, részben meg tudod újítani, részben pedig meg tudod erősíteni. Mikor mire van szükség? Tehát ez a felvállalás. És az, hogy ezt helyesen tetted, az úgy jelenik meg, hogy egy másik embert is fel tudsz vállalni. Úgy, mintha magadat vállalnád fel. Onnan tudod, hogy működik. Ha nem mersz szembenézni magaddal, mással se fogsz. Köszönöm. Szívesen. Szóval az öt alapfogadalom egyike az, hogy mellőzzük a bodítószerek használatát. És egyre több helyen találkozom azzal a gondolattal, hogy pszichedelikus szerekkel segítenének rá arra, amit mi mondjuk meditációval szeretnénk elérni. Úgy tűnik könnyebb, mi? Állítólag. Mert nekem igazából nem sok közöm van ehhez. Tehát, hogy nincs tapasztalatom róla. Hát nekem sincs, meg kell mondanom. De te olyan sok mindent tudsz. Azt is tudom, hogy miért mosolyogsz. Miért mosolyogok? Mert azt hiszed, hogy ezzel érdemi választ fogok adni a kérdésedre. Még ez nem tudatosult bennem, hogy ezt hiszem-e. De... Szóval arra gondoltam, hogy esetleg, hogy, hogy akik ezt gondolják, tehát hogy pszichedelikus szerekkel eljuthatnak valahova én azt javaslom, hogy ha ez érdekel téged, akkor így óvatosan a pálya széléig látogasd meg azokat a helyeket, ahol szerinted ez folyik, és kérdezd meg őket, hogy hogy érzik magukat, és hogy miért teszik ezt, és hogy úgy érzik-e, hogy az elért eredmények tényleg azok, amelyeket kerestek, ha igen, meg tudják -e ezeket tartani, vagy esetleg nincsenek utóhatásai ezeknek, én az utóhatásokkal ismerkedtem úgy, hogy egy rehabilitációs intézetben tanítottam olyan gyógyultakat, akik nagyon komoly drogfüggésből, tehát nem ez a könnyű, kicsit betépünk a spanglitól, hanem valami elképesztő kokain, heroin, LSD és egyéb ilyen cuccoktól való függésből jöttek ki. Fizikailag tiszták voltak már, mert eltelt három-négy hónap, és akkor jött volna a mentális része, és a legdöbbenetesebb az volt, hogy a meditációt nem a további tiszta tudat elérésére szerették volna felhasználni, hanem egy célistás szertől mentes, magas szintű betépésre. Hogy tanítsam meg őket úgy, hogy abból nem lesz baj. És amikor kiderült, hogy ez nem erről szól, akkor nagyon nagy csalódás volt, és udvariasan kihátráltak az egészbe, hogy nekik a világ épp elég nagy szenvedés, és hogy épp elég az a kis. Az a kis segítség, a little help from my friend, amikor fogod magad, és elfeledkezel a világról, és úgy belemész a saját képzeletedbe, vagy egy kollektív képzeletvilágba. És kiderül, hogy ez teljesen más, mint amiről mondjuk a felébredés útja szól. Úgyhogy lehet azt is csinálni, de lehet összetéveszteni a kettőt, és az összetévesztéstől ez a fogadalom vagy figyelmeztetés ment meg. És a kérdés az, hogy valójában mi a bódítószer. Tehát tényleg bódítószernek kellene minősíteni azt, hogy valaki egy pohár bort megiszik a családjával este étkezés után? Nem biztos. De hogyha már a harmadikat iszza meg, akkor elkezdi a bor inni, a családtagot, és nem ő a bort. És vannak olyan bódítószerek, amelyeknek eléggé kevés anyag kell, ezek a nullákra és egyekre bontott bódítószerek, ez a mostani képernyőfüggés. Képzeld el, hogy húsz éve láttál így hétvégenként részegeket, amint a falat támasztották, mert már hazamenni nem volt erő, és most pedig olyan lényeket, akik az utcán így a képernyőre meredve így teljesen bombán, világtalanul és báván mendegélnek, amíg valaki így meg nem fogja őket, és így kicsit 20 fokkal arrébb, hogy ne menjen a busz alá, vagy ne menjen neki egy oszlopnak, vagy ne jöjjön nekem. Amikor a bódítószerekről van szó, az nem csak bizonyos kémiai összetétel, vagy bizonyos hagyományosan a társadalomban el nem fogadott drogtípus, mert hogyha a dohányzás most jönne be, ugyanúgy száműznék, mint minden más célistás drogot, mert megmérnék a hatásmechanizmusát. Alkohol ugyanez. Mi a bódítószer? Ami a tudat tisztaságát elveszi. Hát a legnagyobb bódítószer a saját gondolataidhoz, érzelmeidhez való görcsös ragaszkodás. Ezzel bódítjuk el magunkat első körben. És amikor ez a bódulat megszűnik, és kicsit fölébredsz belőle, akkor meg vagy lepve hogy igen, az élet lehet sokkal egyszerűbb és tisztább, és végre meghallom a másik ember hangját. Végre átjut hozzám az, ami a másik lelkében van, mert nem bódítottam el magamat, és képes vagyok fölfogni. Tehát mi a bódítószer? Minden, ami a tiszta tudatod működését akadályozza, minden, ami a tükrön folt a tejt, minden, ami a tükröt elfelhősíti, eltorzítja vagy összetöri. Úgyhogy elég sok van belőle. És a harmadik fejezet ebben, hogy a világot te teszed vagy ébresztő elixírré. Rajtad múlik. Azért kellett az első kettőt elmondani, hogy a harmadiknál ne félre. félre. Te vagy az, aki úgy dönthet, hogy az érzékszervi tapasztalást a felébredésre használja, ha nem ragaszkodsz hozzá, ha nem azonosulsz vele, ha nem fűsz hozzá duális viszony, ha csak itt és most ilyennek látod és tapasztalod, ha nincs benne önzés, akkor az érzékszervi tapasztalás a felébredés szolgálja, ezért olvashatod az ember, hogy az égkék és a fűzöld. Már tudjuk, hogy a bóthiszatva miért fordítja el a fejét, mert a só sós és a cukor édes. Ez egy gyönyörű mondat. De az érzékszervi tapasztalás, ha azt meg akarod kötni, ha azt abszolútnak nézed, ha én csinálsz belőle, ha megkötöd, akkor az is megköt téged és akkor elkezdesz lefelé süllyedni az egészszel, és akkor az érzékszerű tapasztalást, a téves nézetek, az ebből származó harag és kapzsiság növelésére használjuk föl. És a buthának több eszenciális tanítása volt, de az egyik az, hogy a tapasztalás üresség természetű. Nem jó vagy rossz, nincs ilyen vagy olyan minősége. Mi tesszük azzá testtel, lélekkel és a lélekben az elmével. Itt a házi feladat. Bódítószerként akarod használni a világot, vagy a felébredés útjaként? Rajtunk múlik. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Én azt szeretném kérdezni, mert én hallgatlak téged, és nagyon-nagyon szeretem, amit, amit hallok, és, és szívom magamba, csak elakadtam. Beszéltél a vágyról, meg a szükségletről. Hol a határ? Tehát így gondolkoztam közben, miközben. A az... szükséglet az nagyon természetes, a uh -huh. vágy az már néha, hogy elkezd görcsölni. E Akkor ennyi... rángat a kocsi már uh -huh. nagyon. Nagyon függsz attól, hogy van vagy nincs, megkapom, nem kapom. Uh -huh. Tehát a szükségletek, ami tényleg az embernek szükséges, étel, ital, szeretet, érintés, utazás, tehát ezek természetes vágyak, és azért szükségünk van, átnézd meg emberből van mindenki. De ha elkezdesz görcsölni rajta, megkapom, nem kapom, ha elkezdesz gondolkodni rajta, akkor valószínű, hogy már a szükségleten túli vágyról van szó. Tehát nézd meg azt, hogy például a középosztály és az elit hogyan gondolkodik a pénzről. Teljesen különböző a gondolkodásmód. Úgy tűnik, hogy akinek kevesebb van, az többet és könnyebben ad. Minél többje van, annál nehezebben ad. Teljesen megváltozik a viszony. Az volt a kérdése a fejemben, hogy van egy biciklim, ami amúgy jó. És én rávágyakoztam egy jobb biciklire. Hogy akkor most szükség lett, vagy vágy? De meg kell kérdezni a régi biciklit. Hát azért ja. Nem megy az úgy. Oda mész a régi bicikli delé, egy csendes, nyugodt napon, ma olyan szép napfényes őszi nap volt, én gondoltam hogy egy kis sétára, de inkább képzést tartottunk. Oda mész a bicikli el, és megkérdezed, lecseréljelek? Biztos, hogy a lánc olyan szomorúan itt egy kicsit nyikorogni fog, hogy ne, hát működöm én neked. Miért akarsz engem elpazarolni, lecserélni, eladni valami idegennek? Tehát nézd meg, hogy valójában tényleg működik e vagy csak az újra vágysz. Tehát én nagyon szeretek jó minőségű dolgot venni, úgyhogy az sokáig tart. Tehát, említetted a beszédeket, az elmúlt nyolc év, amióta a csatorna létezik, összes darab veszéde egy darab laptopon vágódott, és az addig szolgál, míg széjjel nem szakad. Igen. És kész. Azt mondtad a hölgynek, hogy a karmát, ha feloldod magadban. De hol van ez a maga? Honnan jön a kérdésed? Honnan jön a te kérdésed? Én kérdeztem először, hogy honnan jön a te kérdése. Nagyobbat kell ütnöd ahhoz, hogy kimozdíts ebbe. A következőre már mondom azt, hogy szalad a kutya a csont után, és véged van. Jó, tessék próbálkozni tovább. Jó, okay. Köszönöm. Következő kérdés, bárki. Lehet, hogy kilógok a sorból, mivel én még soha életemben nem meditáltam. Kivéve... Az a legjobb. De romlatlan vagy, nem valami időt zengyakorló. Kivéve akkor, amikor nem tudtam elaludni, uh -huh. és akkor van ez a Rising Falling technika, ezt egy barátom mutatta, akkor ez a nagyon gyorsan sikerült mindig elaludnom. Ezt a meg meglétszik, és én ezt nem ismerem. Én nem is nagyon szeretnék így magamról kérdezni, mert kb. sejtem, hogy mi lenne a válasz, hogy próbált ki stb. Ezért... Hát teljesen lehangol a dolog. Hát most teljesen itt a motivációs problémám van. De engem, engem, inkább... szempontjából rosszul élem meg, hogy sejted a választ. De hozzáfűzni, hogy a csatornádon már úgy kell keresni azokat a videókat, amiket még nem láttam, mivel úgy árad belőle a nyugalom, meg nagyon-nagyon élvezem hallgatni, és néha úgy is szól, hogy nem is nézem, mert más csinálok, csak szól a háttérben. Tehát nem vagy vele egyedül, ne feledd szabad, van, aki erre tud elaludni. Úgy, hogy addig nem tudott aludni. Ha ebben is segít a csatorna hallgatása, akkor reggel folytatja. A kérdésem az lenne, hogy téged mi vitt a meditációhoz, és ha összetudnád így röviden foglalni, amit gondolom nem egyszerű dolog, hogy mit kaptál tőle? Hogy ettől... Hát figyelj, most már ennyi év után egyszerű, de az elején egyáltalán nem volt egyszerű. Engem nem pusztán ez a divathóbort vagy érdeklődés vonzott a zenhez, nekem segítség kellett, egy elképesztő belső válság volt. Képzeld el magadat egy színpadon, sokféle szerepben, de nincs meg a rendező. Nem tudod, hogy pontosan ki vagy, ki legyél, ki ne legyél. Milyen életutat válasz? Mindezt 24 évesen. És volt egy jó barátom, aki azt mondta, hogy hát ismerő egy zen közösséget, akkor voltak ők egy évesek, és egy cseppeli lakásból mentek fel a Szabadsághegyre, és nagyon komoly dolgokat kaptam, például azt a nyugalmat, amelyet remélem, hogy sikerül a mostani tevékenységemen keresztül néha-néha átsugározni. Megtanultam egy csomó mindent, és elfelejtettem egy csomó mindent elfelejtettem az ideáim nagy részét, ezzel együtt a görcseimet, berögződöttségeimet, különböző szélsőségeimet, és az évekbe telt. És megtanultam olyan egyszerűségeket és használható tant, amelyet igyekszem átadni azoknak, akik nyitottak rá. Egy túlokos elmének az eléggé unalmas, hogy az égkék és a fűzöld, zöld, hogyha éhes vagy egyél, ha más valaki éhes, akkor enni adj neki. Ha szomjas vagy így ha más valaki szomjas, inni adj neki. De akkor, három évtizeddel ezelőtt, életmentő volt. Képzelj el egy horgonyt, egy törni süllyedni készülő hajónak a háborgó tengeren, és tudod, hogyha még két-három hullámsort kap, akkor vége. Mert akkor minden értelmetlen volt, minden kaotikus volt, minden túl intenzív és meghatározatlan volt, mert gyenge volt a tudat, túl sok volt a gondolat, szét volt törve a múlt a jelen és a jövő, és hát ilyenkor nem tudod, hogy ki vagy nem látod az utadat. A zen az sokkal inkább arról ismerszik meg, hogy mi az, amit le tudsz adni magadból. És nem arról, hogy mi az, amit úgy beemelsz magadba. Van egy költeményünk, amely úgy szól részben, hogy megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. Értsd meg, láss rá, egyszerű, világos. Látod? hallod? Már tisztán látsz, már tisztán hallasz. Ez a bot, a hangja, és te hogyan váltok egyé? Tehát amikor ilyet olvas először az ember, akkor ez olyan, mint a mágnes. A saját gondolataidnak az összes apró kis vasreszelékét mind magához vonza, és egy hatalmas nagy egységet tapasztalsz, amit addig nem. És érzed, hogy változol. Végre változol. Végre nincs meg ez a Kínzó, kaotikus, diffúz önkép, amely a túlokos és túl gyenge gondolatokból és artikulálatlan érzelmekből származott. És akkor, amikor látod, hogy ez nem rólad szól, és el tudod viselni azt, hogy több éven keresztül az összes stabilnak itt nézeted úgy csúszik ki a alól, mint amikor egy szőnyeget kirántanak, akkor haladsz az úton. És paradox módon egyre inkább azt érzed, hogy helyben vagy, helyben maradsz. És rájössz, hogy ez a maradás a haladás. Nem maradi vagy, hanem stabil vagy. És ez a nem mozduló, ennek a tapasztalata, ez a lényeg. A tükör megtapasztalása a lényeg. A rendező megtapasztalásától függ minden szerep vállalása. És onnantól kezdve elkezdesz szellemileg felnőtt lenni. És nem függsz külső ideáktól, babonáktól, képzelgésektől, elméletektől, konstrukcióktól, szimbólumrendszerektől, különböző élettelen és élő rétegektől, mert nincs semmi, ami a valóság és közéd állna. És ezért én végtelen hálás vagyok. Az összes tanítómnak, az összes barátomnak, gyakorlótársamnak és az ellenségeimnek is. Mert akár angyal, akár démon, aki visszahoz a pillanatba, az a tanítód. Úgyhogy óvatosan válaszd meg a tanítóidat. Jó. Jó, köszönöm szépen. Szívesen. További kérdés? Visszakötnék az előző kérdésemhez. Hogy én azt látom, hogy itt ezek a bódítószerek nem a bódulatér, hanem az ego határainak a lebontásáért kerülnek bevetésre. És Nagyon ritkán. Tehát volt egy olyan speciális hippi csoport a 70-es években Amerikában, akik ezért tették azt, amit most nem akarok ötleteket adni, hogy ők mit csináltak, de a helyzet az, hogy nagyon sokat tettek azért, hogy az egó határait lebontsák, és a bódulat csak egy átmenet legyen, egyikük sincs életben, de már a 80-es évek végén se voltak. Tehát ez azért probléma, és azért hibás, mert azzal az eszközzel, amivel eléred, nem tudod megtartani, és végképp nem tudod átadni. Szunkszenzen mester nagyon-nagyon világosan nyilatkozik erről, hippikorszakban kezdett el tanítani, a kellős közepén, 72-ben, Amerikában. Ahol mindenki mindent kipróbált. És akkor azt mondta, hogy egyszer kipróbáltad, akkor már tudod, hogy működik, és ne ragaszkodj hozzá. Mert ez az út a téves nézetek felé, a bódulat és a kábulat felé vezet. Nem lehet ezzel lényegeset elérni. Miért? Mert a lényegben nincs benne ez a kémia. Nincs benne az összes alkaloid, az összes elképesztően bonyolult képlet, amitől az emberek betépnek. Pont ennek az ellenkezője, hogy még a saját gondolataid vagy érzelmeid kábító hatásától is meg kell szabadulni, pedig azt annyira szeretjük, azt imádjuk. Azzal szoktunk azonosulni a legjobban. Nézd meg, hogy szerzi meg, meg lehet-e azáltal tartani, és ha azáltal valaki megkapja, akkor valójában mit kap meg, tehát át lehet-e adni. És itt katasztrófák történtek, és történnek a mai napig félreértésekből, és a felébredés és egohatár lebontás helyett súlyos addikciók alakulnak ki, és ezt a legnagyobb együttérzéssel és teljesen ítéletmentesen mondom, látva ennek a különböző fokozatait. Legyen az a hagyományos bódítószer, lásd alkohol, cigaretta, vagy az újabb bódítószerek, megint nem adok ötleteket, mert mindegyik egy olyasféle, azt mondom, módosított tudatállapothoz vezet, ahol a felébredés már nehezebb, mint előtte volt. Onnan tudod, hogy elvonási tüneteid vannak? És minél erősebbek az elvonási tünetek, annál nagyobb a függés. Az én és az ego között tennél -e valami különbséget? Vagy Szeretnél? Ezt... Én, én nagyon szívesen megteszem. Légy szíves? Mindegyikünknek van egy olyan személyisége, amit így szoktam hívni, hogy az avatárod, a személyiséged. Ha ezt tisztán látod, akkor elérheted az énségmentes vagy egómentes állapotot úgy, hogy te egy egészséges személyiség vagy. Mi ennek a függvénye? Többek közt az, hogy az összes karmádat relatívnak látod, és nem abszolútnak. Erről ma már beszéltem. Minden egyes porcikája a lelkednek, és egyébként a testednek is, változtatható, változik is. Ha ennek kijelölöd az irányát, és ez nem önközpontú, hanem mondjuk felébredés és mások segítése, ez van a középpontban, akkor az egy egómentes élet lehet. Az egoitás akkor jelentkezik, amikor elkezdesz abszolútumokat felállítani magadban, fixa ideákat, és ezen az alapon azonnyomban téves nézetek keletkeznek, ellentét a világ és közted, és egy normálisan kálium-nátrium pumpával működő sejtfal helyett egy hat méteres ólomból, betonból álló fal van közted és a világ között. Hát ez a különbség. Ez egy óriási különbség. Korábban ezt úgy is mondtam, hogy a léleknek vannak építőkockái, és nem mindegy, hogy egy falat raksz belőle, vagy pedig egy utat csinálsz belőle. Ugyanaz a jelentése ennek a hasonlatnak is. Tehát a személyiségre szükség van, sőt egészséges, integrált, jó személyiségre szükség van, de az egókéregre rajta nincs szükség. A jó hír az, hogy az ego -kéreg önmagában nem létezik, hanem ez egy hozzáállás kérdése, nézet kérdése, szemlélet kérdése. Ezért annyira fontos a helyes nézet a nemes nyolc szétőszörvényben. És innentől kezdve az ego, mivel eredetileg nem létezik, feloldható, nyom nélkül el tud tűnni. És hogyha ez megvan, akkor tudsz igazán változni. Ezért van az, hogy az igazi egótörések sajnos, vagy szerencsére a mélységes válságok, amikor az önképed tarthatatlan. Az egófalad vastagsága az az önvaló és az önkép távolsága. Az egófal vastagsága a szenvedés mértéke. Minél jobban szenvedsz, annál vastagabb az egoitásod fala. Annál nagyobb a távolság, az eltér és a fájdalmasan ásító, hatalmas szakadék az önképed és az önvalód között. Szerintem ennyi elég. Köszönöm. Még sok is. További kérdés, bárkitől? Ahogy így most hallgattalak, így a válság kapcsán, az jutott eszembe, hogy amikor megvan ez a 6 méter vastag ego és tényleg nagyon szenvedsz, és mondjuk belső gyakorlással nem tudod ezt megváltoztatni. Érdemesek, még nem. Érdemes-e kívül tenni változásokat? Igen. Ha belül nem megy, kívül kell. Ha kívül nem megy, belül kell. Bárhol, ahol rés van a falon. Ha elég őszinte vagy magadhoz, akkor belül megy. Hogyha ez nincs, és érzed azt az elképesztő feszültséget, hogy szeretnél mélyebbre menni, de nem tudsz. Szeretnél változni, de megfogod. Szeretnél előrébb menni, de az önvédelmi mechanizmusai lezárják az egészet. Na akkor, és ez majdnem akkor a bátorság kell, mint a belső út folytatásához, kívül kell elvállalni egy helyzetet, ahol tudod, hogy ott a hiba lehetőség. Tehát meg kell próbálni a szinte lehetetlent. Ha megoldottad, akkor azért megy el a korábbi önképet, mert a lehetetlen lehetségessé vált, ha nem ment, akkor meg azért. Ezt szoktam mondani, hogy a, az egoitás illúzióját a paradoxon kalapácsa és üllője közé kell szorítani. És a paradoxa szét fogja szedni az én képet. Azért jók a kóanok, ha szeretitek, ha nem. Szerintem itt látom, hogy szeretitek a kóanokat. A kóan jó barát. A kóan segít. Érdemes vele álmodni. Érdemes interjúra jönni. És amikor ez megvalós, akkor látod azt, hogy a legnagyobb egótörés az, amikor elvállalt, hogy nem tudom. Hát hol indul az énségnek a kitörése, a bolygósíkból, a normalitásból, hogy én jobban tudom, sőt, én a legjobban tudom, én mindenkinél jobban tudom, és aki ezt nem ismeri el, azt először semmének nézem, aztán száműzöm, aztán internálom, és utána borzalmatosságokat teszek velem, mert nem igazolja vissza azt, aminek én gondolom magamat. Hát itt van az egoitásnak egy gyönyörűséges példája. Így. Te szorítsd be a paradoxonoknak a nanométer vékony felületébe, és olyat kap, hogy hihetetlen konfettivé fog aprózódni az egész. Csak merjük megcsinálni. És kiderül, hogy egészségesebb vagy tőle, kiderül, hogy egészebb vagy tőle, uram, bocs, egy idő, tehát még boldogabb is vagy tőle. Úgyhogy a paradox vállalása az az önképvesztés vállalása. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? És a kérdésem ezzel a bűntudatra összpontosul. Azt tudod, hogy nem vagyok bűntudatszakért, ez egy másik sátor. Tudom, csak beszél... sátor. <laughs> beszéltél róla, és hát azért nem akartam feltenni a kérdést, mert nem fog eszembe jutni, hogy hogyan hogy, hogy, hogy válaszoltál rá. Az az én dolgom. De hogy te mit kérdezel, az a te dolgod. Az, hogyha például én megcsinálok valamit, és nem előre gondolkodom, szóval megcsinálom, akkor inkább a bűntudatom erősebb, mint az előre gondolkodásom. Miért kellett volna előre gondolkodni? Na te nem ha azok voltak a következmények, amelyeket szerettél volna? Igen, de én tudtam, hogy nem lesznek jók a következmények, mégis megcsinálom. És ettől lett bűntudatod? Nem. Pedig hát kellett végül is, volna de. hidd el. Végül is de? Mert ugye tudtam előre, hogy nem lesz jó, amit csinálok, okay. de mégis megcsinálom. Kérdést teszek föl neked. Bűnös vagyok, hibáztam. Azonos vagy különböző? Hát attól függ, hogy milyen, semmi, sem, szerintem semmi sem egy nézőpontból nézendő. Attól függ, hogy kinek milyen bűn vagy mi a hiba. Na most, azután, hogy megkerülted a kérdést, felteszem még egyszer. Bűnös vagyok, hibáztam. Azonos vagy különböző? Szerintem különböző. Hogy Helyes, akkor különböző? egészséges vagy. Ugyanis, hogyha azonosulsz a hibával, legyártod a bűnt és a bűntudatot, és akkor nincs ez a Dostoyevsky regény, amelyik kigyógyítana ebből. És hogyha azt látod, hogy hibáztál, akkor elvállalod a felelősséget anélkül, hogy azonosulnál a hibával, és ezáltal bűnné tennéd. Csak úgy tudod javítani a hibát, hogy nem gyártasz le bűntudatot, akár úgy, hogy többszörösen azonosulsz vele, akár úgy, hogy kozmikus távolságokba igyekszel eltolni. Tehát van az a bűntudat, amikor oly mértékben magadra veszed, és oly mértékben azonosulsz vele, hogy lehetetlen kiavítani a hibát. És van, amikor pedig olyan messzire dobod el magadtól, hogy nem vagy hajlandó látni, nem vagy hajlandó tudomásul venni, hogy azért nem tudod kiavítani a hibát. Az első, hogy ez én vagyok. Ez én voltam, ez én, és csak is én lehetek. A második, ez nem én voltam, ez soha nem én voltam. Hát ez így egyáltalán nincsen, de hát, hát, hát különben sem, hát hogy gondolod te? Holott az ok és okozat törvénye világos. A tett és a következménye egymásból fakad. És innentől kezdve, ha nem azonosulsz a hibával, de mered látni, és vagy olyan elszánt és bátor, hogy kiavítod, akkor tudsz előre menni. Sem az azonosulásra alapuló bűntudat, sem a passzív, az elhárító mechanizmusra alapuló, ki nem mondott bűntudat, nem vezet eredményre, mert tartósítja a karmát. Oké? Okay? Igen, köszönöm szépen. Szívesen. Elsőnek is szeretném megköszönni, hogy itt lehetek. Köszönöm, hogy eljöttél. El. És lenne egy kérdésem, hogy az elengedésről, tegyük fel, elengedek valamit, úgy vagyok vele, hogy már elengedtem, de az újra feljön, hogy az ego, vagy érzelem, vagy, vagy belülről jön. Hát nézd, attól függ, hogy hegymászó kötélről, vagy pedig a szemetes kukát tartalmáról van szó. Az egyiket nagyon meg kell fogni, másikat nagyon el kell engedni. Melyiket szeretnéd? Hát a szemetes zsákot elengedni, úgyhogy... Ha úgy látod, hogy a szemét, ami a karmád, akkor valamit nem vettél észre. És ha az a, megint újra visszajön, akkor nem használtad fel a komposztot rendesen. A természetben nincs szemét. A lélekben nincs jó vagy rossz karma. Csak nem tetted megfelelő helyre. Nem a komposztot tesszük az asztalra, hanem azt a gyönyörűséges zöldséget, amelyet a kertben a komposztból megtermeltünk. Ugye? Tehát minden karmának megvan a maga helye és ideje, ahol kapcsolódhat az eredetéhez, és ezért megfelelő következménye van. És ez a természetes hely, a természetes működés, ez biztosítja a lélek épségét és a személyiség egységét. Nincs jó vagy rossz karma, csak nem megfelelő szögből láttad, nem ismerted fel a maga mienségében, nem láttad át a természetét, nem tetted megfelelő helyre és időre, hogy az ott működjön, és éppen ezért szegényke fekete bárány lett. Köszönöm. Szívesen én visszakanyarodnék a bűntudathoz, hogy mi van akkor, hogyha... Jaj, ne. a bűntudattal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Ilyen mosolyogva és derűsen. Igen. igen. Mi van akkor, hogyha azt érzem, hogy mások szenvedése okoz bennem bűntudatot, és ez bűntudat el, vagy összekeverem az együttérzéssel? Ez kemény bűntudat, és az együttérzést blokkolja. És mi a teendőm? Meg kell látni, hogy mi a te karmád, és mi az övéké. Nem veheted át a karmájukat, de segíthetsz nekik vinni. Nagyon fontos. Tehát mindenki kaphat és adhat segítséget, de mindenkinek megvan a saját személyes házi feladata, amit hoztál a lélekben, amikor születtél, és ami lettél mostanáig, és leszel később. A kettő nem cserélhet össze. Karmát nem tudunk cserélni, de felsegíthetjük egymást a földről, az árokból, kiúszhatod a szakadékból, lehúzhatod a gyönyörűséges levegő égből, hogyha a saját önképének hőlékballonján túl magasra szállt. És mi van akkor, hogyha úgy érzem, hogy folyamatosan ilyen embereket vonzok be, viszont nekem nincs sokszor energiám segíteni neki. Tessék az áldozat tudatot föladni. Miért jönnek a kesejük egy adott pontra a földön? Mert ott van a véres hús. Jó? Jó, köszönöm. Szívesen. Csak ehhez kapcsolódóan, hogy mi segít ebben, ez, ebben az áldozati magatartásnak a feladásában. Már mindig az, így hogy zen... eldöntöd, hogy te nem vagy sem elkövető, sem áldozat. És teszed a dolgodat, amelyben nem csak te szerepelsz, de te is szerepelsz. Tehát mi az életünk célja? Mi az életünk útja? Miért kelünk föl reggelente? Miért eszünk? Miért iszunk? Miért alszunk? Miért szeretünk? Miért dolgozunk? Ha ezt jól határozod meg, ha ezt jól látod és követed, nem leszel sem elkövető, sem áldozat. Honnan tudod, megvan a saját autonómiád, amely nem elszigeteltség, magány, önzés és egyebek, ezen autonómia képes más emberekkel együttműködni, anélkül, hogy elkövető vagy áldozat lenne? Honnan tudod, hogy áldozat vagy? Panaszkodsz. Honnan tudod, hogy elkövető vagy? Büszke vagy. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Először is én is szeretném megköszönni. Nagyon szívesen örülök, hogy, hogy Itt lehetünk, és miattad jöttünk el a felvidékről egész ide, úgyhogy még egyszer köszönöm. Annyi, hogy bennem évek alatt kialakult egy bizonyos hit, vagy talán tudat abba, hogy a karma működése, hogy jóért jót kapsz, rosszért rosszat, valami hasonló dolog. És biztos, hogy szerep van ebbe az élettapasztalatnak, hogyha szenvedést élsz át, ha boldogságot, bármit. De valahogy bennem ez olyan erősen létezik, és mai nap úgy működik, hogy szinte tudom, hogy ez így van, és nem azért teszek jót, mert jót akarok vissza, hanem olyan jó érzés. És hogy a kérdés az lenne, hogy miért lehet, hogy valakibe kialakul ez, vagy hogy valaki ezt érzi, vagy minek a hatása arra alakul, vagy miért van ez így? Most legyen rólad szó. Benned alakul ki jó érzés, amikor úgy érzed, hogy jót tett helyében, Még. jót kaptál. Te egy boldog ember vagy, mert a mai világ nagyon sokszor nem arról szól, hogy amit te jó tettnek érzel, azért te jót kapsz, ahogy te kívánod. Az ember nem arról van szó, hogy pusztán jó érzés legyen a karma joga, a karma helyes művelése útján. Ha be kell vállalni azt, hogy helyes a cél, de fájdalmas a megvalósítás, az nem jó érzés, de mégis meg kell tenni. Az előző példákban van olyan, hogy nagyon jó érzés, de nem szabad megtenni. Ha te tényleg segítettél valakinek a felébredés elérésében, hogy ő egy szabadabb, tisztább lelkű, önállóbb, önzetlenebb légy legyen, azt mi az ember nevezhetjük jónak is. De azért nem tesszük ezt, mert pont a felébredés, a megjavulás hanem elképesztően fájdalmas tud lenni. És nem tudod mindig elmondani, hogy hát tudod, kedves barátom, ez olyan, mint a fogorvos. Hogy üvöltesz, szűkölsz, csinálod a színházat abban a székben, de egyébként te boldog vagy. Nem, utána leszel boldog, ha tényleg jól csinálta a fogdoki, és te megköszönöd neki, köszönöm szépen Ágika, fantasztikus voltál, és az összes bölcsességfogalmat megmentetted, és ezt nagyon köszönöm. De közben színház van közben dráma van, közben sírás, rívás, görcsös szorongatások vannak, de mégis jó karma. Tehát én levenném erről a jó és rossz címkéjét, nem ragaszkodnék az általa keltett érzésekhez, hanem megnézném, hogy pontosan az ok és okozat hogy működött. És ez nem zárja ki az érzelmeket, mint a folyamat részét, de nem ezen keresztül mér. Nálunk az a cél, hogy ébredj föl és segíts másokon, és a legnagyobb segítség az, hogy segíted őket egy tisztább, egyszerűbb élet felé, hogy kevesebbet szenvedjenek és szenvedtessenek. És innentől kezdve ez egy nagyon-nagyon jól felállítható egyenlet. Miért? Az emberek túlnyomó többsége boldogságkereső és szenvedéskerülő lény. Ezért nevezzük jónak azt, amely mondjuk a boldogságunkat támogatja, és a szenvedéstől pedig eltávolít. Igen, nem. Csak hogy ez a kettő egymás függvényében létezik, úgy, mint az érem két oldala, és mostanában ebben az eléggé bizonytalan világban túl gyakran játszunk pénzfeldobost, és nem tudjuk, melyik oldalára esik. Tehát ne dobjuk föl az érmét, hanem pontosan menjünk abba az irányba, amelybe a tapasztalatunk alapján hinni tudunk nagyon kevés maximát fogalmaztam meg magamnak, mert rájöttem, hogy teljesen felesleges. Tehát nem verbális szóbeli ideálképeket kell megfogalmazni. De ha van tanulság, amit az elmúlt tíz évben mindig is követtem, az az, hogy azokkal társulj, akikben bízol. Olyat tégy, amelyben okod van hinni, és legyen bátorságod a kettőt végigvinni. Innentől kezdve a jóra és rosszra, hogy nem nagyon van szükség. Abszolút értékben ezek nem léteznek, mindig relatívak, és a relativitásukban rengeteget változnak, és nagyon gyorsan. Nem tudsz rájuk alapozni. Tehát egy magasabb szintű minőség meghatározás kell ahhoz, hogy irányadó legyen. Kérdésem meg lett válaszolva. Köszönöm. Örülök, köszönöm. Érlelem egy ideje, és még így sem biztos, hogy kérdője lesz a végén. Előre bocsánatot kérek érte. Azzal kezdeném, hogy nem feltétlen gondolom azt, hogy ilyen szavakkal, meg fogalmi szinteken érdemben tudunk kommunikálni úgy, hogy az átmenjen mindenkinek, amit akar a másik. És most én is ugyanezt érzem magamon, hogy nagyon szeretnék valamit kimondani vagy kérdezni, de nem biztos, hogy sikerül. Hidd el, uh, hogy nem csak a szavaidat hallom, tégy de egy kis jelentet nyugat. Köszönöm szépen. Szóval nagyon szimpatikus nekem az, amit szerintem a zen képvisel, ezért is vagyok itt, és nagyon szeretem a privát életemben amúgy is az egyszerűséget, meg az egyszerű dolgokat. Tehát ilyen, hogy ami, ami, az, az, ami, ég, az nem rohad, ilyenek. És ö, azt, azt is észreveszem, hogy ö, tehát, hogy ezt a külvilág nem feltétlen preferálja, hanem megpróbál nagyon nyomni valami bonyolultabbal. És ö, az lenne igazából a kérdés felé az út még mindig, hogy ö, nem vagyok győri, viszont győr környéki és nagyon be vagyok rekedve erre a központra, ami, ahol is, most is vagyunk, úgyhogy nem is biztos, hogy észreveszem. Tehát én fociztam az etóba, jártam a gyárvás rosisuliba, tanultam itt lehet, hogy pont ebben a teremben, és az is ilyen mondás, hogy aki mintát keres, az mintát talál. Tehát én nem keresem ezeket a mintákat, de a nyakamba szakad. Azt érzem, hogy annak ellenére, hogy intelligenciával képbe vagyok ezekkel a fogalmakkal, meg szókapcsolatokkal, meg ö, egyszerűsítésekkel, mégis azt érzem képletesen is, meg meg belül is, hogy toporgok egy helybe. És telik velem az idő, amit nem is feltétlenül hiszek el, hogy létezik, de hogy mégse jutok sehová. És, és bocsánat, még annyi, hogy ahogy itt sokszor elhangzott, hogy ö, keressük magunkat, meg lássunk rá magunkra, én azt látom, hogy nagyon messziről nézek magamra nagyon kintről, és, és még sem látok semmit, csak hogy így bóklászik az ember. Segítek. Köszönöm. Mi a tökéletesség? Nem tudom sajnos. És szeretnéd tudni? Ha szükséges ahhoz, hogy jussak valahová, akkor igen. Nagyon mélyen a tökéletes gondolat és a tökéletes kijelentés a dilemmád. Pontosan ezért van az, hogy nem hiszed, hogy a szavaidat más emberi lény teljesen megértheti, és van egy olyan belső világod, ahova nagyon kevés embert engedsz be. És ez a magány És ez a dilemma, hogy engedjek-e a saját világomból azért, hogy valaki más beleférjen, vagy sem. És itt mindenképp kompromisszum lesz. Én nagyon vártam, hogy te szeresd a tökéletességet, de annyira már bölcs vagy, hogy ne akard. De a tökéletesség nem akarása, az arról való lemondás belül egy még nagyobb tökéletességre vezet. És éppen ezért ezt a fogalmat is ki kéne venni. És még egyszerűbbé tenni. És nem azt várni, hogy a szavaidat megérti teljesen valaki, mert senki nem fogja százszerzalékosan felfogni azt, amit szeretnél. Hanem inkább a lélekre összpontosítani, hogy van-e olyan lélek, akivel a te lelked százszerzalékosan tud találkozni, akár szavak nélkül is, és a szavak nélküli lélekkapcsolat, az a találkozás, amely nem múlik intellektuson, gondolaton és félreértésen, ha ezért megdolgozol, mert meg kell, nem csak neked, mindegyikünknek, akkor az kellő tiszta tudat esetén megnyugvást hoz, boldogságot hoz. És ezt kívánom. Nincs tökéletes kielentés, és nem is lesz. Nincs olyan kommunikáció, ami százszerzelékosan átmegy. De amikor nem gondolkodsz, akkor te és a másik ember tudata egyé válik. Te a saját lelkeddel egy másik ember lelkéhez utat találsz. És ezért van csend a meditációnk alatt. Ezért nem vezetjük a meditációt, mert nincs hova menni. Ezért nem adunk képzeteket a meditáció alatt, mert nincs mit elképzelni. Eredetileg már teljes vagy. Eredetileg a világgal egy vagy, eredetileg egy másik emberrel a lélek szintjén, a lények szintjén egy vagy. És ezt a gondolatok le tudják szecskázni, meg tudják nehezíteni, el tudják torzítani. Na ezért javaslom azt, hogy ezt a gondolkodást vágd el. És ekkor a szó visszaolvad a csendbe, a tudat visszaolvad a térbe. És akkor hirtelen azt érzed, hogy. Jó. Köszönöm szépen. Szívesen. Azt szeretném megkérdezni, hogy a szeretetből eredő elfogadással lehet-e hibát elkövetni? Lehet. Ha a bölcsességet kiiktatod, akkor olyan dolgokat is elfogadsz, amelyből később hatalmas problémák származnak. Lehetséges, hogy elfogadsz valamit az elején csak azért, hogy később változtass rajta. Lehetséges, hogy a szeretet és a bölcsesség párosodjon. És együtt, mint a madár két szárnya, egészségesen repüljenek együtt. Mert hogyha az együttérző szeretet és az önzetlen, világos, nem fogalmi alapú bölcsesség, ha ezek nincsenek együtt, akkor óriási katasztrófák tudnak történni. Ezt a kettőt együtt kell gyakorolni, mert a forrásuk is ugyanaz a nem fogalmi bölcsesség és a tökéletesen együttérző szeretet ugyanúgy a tiszta, térszerű, tükörszerű tudatból származik mind a kettő. Valójában ők is, e kettő is egy érem két oldala, csak szeretünk az egyik rovására elfeledkezni a másikról és túlzásokba esni. Ha a bölcsességet viszed túlzásba, akkor túl gondolod, hogyha a szeretetet viszed túlzásba, akkor túl érzed, az érzelmek túl folynak egyensúlyban kell tartani a kettőt, és pont akkor meg lesznek a határok, de nem lesznek korlátok. Jó. Jó. Köszönöm. Szívesen. Utolsó kérdés. Köszönöm, hogy itt lehetek, és hogy végre Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm. Hallgatom a beszédeidet a csatornán. Hát most sok kérdés közül kell egyet választanom. Jól gondolod. Igen. Többször elhangzott ma is, hogy kék az ég, és zöld a fű. És egyszer felhívtad a figyelmet. És nem csak a sláger miatt hívtad. Kérdezőnek, és mindannyiunknak, hogy ne azonosítsuk a szürke felhőt, vagy a felhő szürkeségét a, az égkékével. Bizony. Honnan veszed észre, honnan tudod, hogy megtetted, hogy ez megtörtént, honnan tudod, hogy tudod, kell -e tudnod, hogy tudod. Persze, hirtelen energiát vesztesz. Onnan tudod, hogy a valósággal nem vagy kapcsolatban, hogy energiavesztesség áll fel. Amikor ezt pótszerekkel próbáljuk meg ideig óráig semlegesíteni, akkor ilyen hirtelen mesterséges energiakitörések vannak, és utána pedig egy még nagyobb nihil, egy még nagyobb lapály. Ha a valósággal állandó kapcsolatban vagy, és megszoktad, és elviseled, és felajánlod, és áramoltatod, az energiaszinted rendkívül stabil. Hogyha közéd és a valóság közé illúzió réteg, gát, korlát áll be, energiaszinted azonnyomban zuhan lefelé. És ez fordítva is igaz. Ha alacsony energiaszinten élsz, akkor nem állsz a valóság talaján, nem állsz a lényeggel kapcsolatban, nem éled azt a tiszta tudatot, ami az univerzális energiának a része mert hát akkor közted és e között valamilyen illúzió réteg ego fal áll. Innen tudod. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Megköszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét, hogy ma estére nagyon sok helyről, akár messziről is eljöttetek, szervezőinknek a kitartó munkát, házigazdáknak a vendégszeretetet, és improvizatív vagy régi segítőinknek a sok-sok befektetett munkát. Kívánom azt, hogy együtt járjuk az utat, érjük el a felébredést, és szabadítsuk meg minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!